Hírek világa után ismét a stúdióból köszöntöm kedves nézőinket. Mai adásunk vezető témája a magyar felsőoktatás, felsőoktatás helyzete, és szerencsések vagyunk, mert hiszen vendégünk ebben a témában Solti Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma felsőoktatási főosztályvezetője. Köszöntöm a stúdióba, és köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Ismereteim szerint először van főiskolánkon. Mik az első benyomásai, mit látott, mit tapasztalt? Gyönyörű, szép patinás épületben volt lehetőségem körbejárni, és hihetetlen az egység, ami a régi hagyományos építészet és a modern technológiának az ötvözetéből kialakult. Ámultam és bámultam, fantasztikus környezetben tanulhatnak itt a felsőoktatásban résztvevő hallgatók. Már szinte egyetemi szinten tanulhatnak, hogy aktualitásokra is igazoljunk. Nem régiben nevezték ki a főosztály élére. Mire volt elég az eltelt idő? Mennyire tudta átlátni a helyzetet? Nagyon izgalmas időszakban kerültem ugye az EMMI felsőoktatási főosztályára. Hát gyakorlatilag most ugye abban a helyzetben vagyunk, hogy a decemberben megindult és a társadalom figyelmét is komolyan kiváltó események, a hallgatói tiltakozások jelenleg ugye olyan formában vannak már csak meg, tekintettel arra, hogy úgy gondolom, hogy a felsőoktatási kerekasztalon folyó tárgyalások egyre inkább ezeket a komolyabb nézetkülönbségeket próbálják ugye feloldani. Mögöttem álló, ha lehet így mondani, 3 hónap olyan szempontból volt izgalmas, hogy ezeknek a tiltakozásoknak a hatására, illetve azt érzékelve, hogy a társadalmat mennyiben és milyen módon foglalkoztatja ez a kérdés, és azt felmérve, hogy a hallgatói tiltakozások mögött álló erők, illetve követelések mennyire megalapozottak, milyen irányokba lehet elmenni, ez egy nagyon komoly tapasztalatot jelentett nekem nyilván a szakmai irányítás szempontjából. Igen, hát a legváltozékonyabb időszakba került a főosztály élére, és hát nem tudom, mennyire köthető személyéhez, hogyan ítéli meg, hogy fölélénkültek a tárgyalások a hallgatókkal, és tulajdonképpen az utcáról bekerült egy parlamentáris szintre az egyeztetés, a megbeszélés. Ön is élénkítője ennek a folyamatnak, személy szerint? Én azt gondolom, hogy az élénkítésben elsősorban miniszter úr és a hőoknak, a képviselőinek a megbeszélései azok, amik ugye mederbe terelik ezt. Az én szerepem az, hogy a szakmai medernek a kereteit tudjam meghatározni, és ebben tudjak tanácsot adni a feleknek, és így tudjam irányítani azt, hogy milyen irányba menjen végül is a megegyezés, ami én azt gondolom, hogy a közeljövőben már várható. Nagyon jól fogalmazott, hogy szakmai segítséget adni ehhez. Mi az a szakmai vonal, amivel ön egyetért, és amit javasol a miniszternek is elfogadásra? Ugye a leginkább aktuális kérdés, ami a hallgatókat jelenleg foglalkoztatja, ugye a hallgatói ösztöndíj szerződésnek a kérdése. Én azt gondolom, hogy a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája egy nagyon józan belátásról bizonyított, vagy adott tanúbizonyságot, amikor azt mondta, hogy megérti azt, hogy az a társadalmi szándék, az akarat, ami a szerződés mögött van, az elfogadható és támogatható. Pusztán a tartalmi kérdésekben kell megállapodni. Az én szerepem az az, hogy a hallgatói ösztöndíj szerződés mögött álló tartalmi kérdéseket, a különböző feltételeket, egymásra épülő feltételrendszereket tereljen mederbe, ezzel kapcsolatban tudjak tanácsot adni miniszter úrnak. Milyen taktikát tud követni, hogy hatásos legyen ez a tanács a miniszter úrnál? Szabad beavatni egy picit a taktikájába? Én nem gondolom azt, hogy emögött, pláne hogyha a szakmai munkát nézzük, taktikai elemeket lehet felfedezni. Én inkább elmondom azt, hogy milyen keretek vannak. A keretek között a két szélsőségnek esetleg milyen előnyei, hátrányai vannak, milyen kapcsolódási pontok vannak adott esetben más ágazattal, és a miniszter úr józan belátására lehet azt bízni, hogy a keretek között milyen módon merre viszi a tárgyalásokat, a taktikus inkább talán ő. Hogyan tapasztalta, hatással van a folyamatokra? Sikerül átvinnie az elképzeléseit, vagy a tanácsait? Azt gondolom, hogy természetesen igen. Tehát, hogyha
az én szerepemet nézzük, és az általam lefektetett elveket, az általam lefektetett lehetőségeket megnézzük. Itt természetesen nem csak személy szerint rólam, hanem az általam irányított terület valamennyi munkatársáról is beszélek. Mindenképpen siker az, hogyha ezek közül sikerül a feleknek olyan választás alapján megállapodásra jutni, ami aztán előre viszi ezt az ügyet, igen. Ilyen fölpörgött ritmusú időszakban minden percnek, minden lépésnek óriási súlya van, hiszen sikerélményt is adhat a következő időszak munkájához. Volt-e olyan a 3 hónapban, amiből önmerít, azt mondja, hogy igen, hát akkor eltaláltuk a nyomvonalat, akkor most ezen fogok tovább. Magyarul volt-e sikerélménye ebbe a nehéz időszakba? Hát azt gondolom, hogy sikerélményekben közösen volt részünk. Én azt gondolom, ez mindenképpen sikerélmény, hogy az első tárgyalások eredményeképpen, amikor is ugye kellően parázs hangulatban álltak fel az asztaltól a felek, illetve kellően parázs hangulatban folytak maga tárgyalások is. Most már tényleg egy olyan konszenzuális irányba megyünk, ami azt gondolom, hogy mindenképpen egy nagyon jó irány, és ez ilyen szempontból nekem is személyesen sikerem és örömöm, és ennek tényleg ebben tudok osztozni. Mennyire van rálátása, hol tartunk Európához képest, a nagyfejlett egyetemekhez képest, az az irány, amiben elindultak, az oda vezet, közelítjük, rangja lesz a magyar felsőoktatásnak, hiszen volt. Nem vitatott kérdés, hogy egy értékes képzésünk van. Igen. Én azt gondolom, hogy ezt a rangot mi nem veszítettük el sosem, tehát ez a rangja, ez változatlanul megvan a magyar felsőoktatásnak és a magyar felsőoktatás kitüntetett szereplőinek és azoknak a nagy egyetemeknek, főiskoláknak, amelyek a korábbi években, évtizedekben, évszázadokban a felsőoktatásban jelen voltak. A jelenlegi kihívások nem is ezeket a régi tradíciókat, vagy a régi képzési alapokon nyugvó intézményeket érintik. Nyilván a válságból kiindulóan, illetve az új Európát, illetve a világot érintő felsőoktatási folyamatokat érintően kell talán megközelíteni. Úgy a véleményem szerint, hogy természetesen ezeket a hagyományokat és ezeket az értékeket, amik a hagyományokban vannak, semmiképpen sem szabad feladni. Hagyomány és érték, két kulcsszó az utolsó kérdésemhez. A beszélgetésünk elején egy picit elsiklottunk fölötte, hogy már-már egyetemi szinten biztosítjuk a föltételeket a hallgatóknak, azonban nem mögött nagyon komoly munka van, és nagyon komoly elképzelések a főiskola értékrendjében. Elképzelhető az, hogy ha a föltételeknek megfelel az intézmény, akkor kiírhatjuk azt, hogy Eszterházy Károly Egyetem egy időn belül? Emögött természetesen politikai akarat is van. Én azt gondolom, hogy az Eszterházy Károly Főiskola nagyon sok értéket, nagyon sok eredményt produkált, nagyon sokat tett annak érdekében, hogy ezen az úton e felé, a cél felé tartson. Én magam, én azt gondolom, hogy nem vagyok abban a helyzetben, hogy ezt meg tudjam ítélni, hogy az egyetemi rangnak az elérése az milyen egyéb feltételekhez kell még kötődjön. Én azt gondolom, hogy személy szerint mindenképpen érdemes azt elmondani, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának a vezetése az nagyon nagyra értékeli azt, amit a főiskola eddig és a jelen pillanatban is megtesz. Nyilván a jövő zenéje az, hogy ebből mi és hogyan váltható majd adott esetben egyetemi rangra. Ha súgtam volna, akkor se lehetett volna jobb végszót találni a beszélgetésünk közt. Köszönöm szépen, főosztályvezető úr is. Köszönöm. Sok sikert kívánok önnek a munkájához, a magyar felsőoktatás felemelkedéséért. Mi pedig menjünk tovább a nézőkkel a következő témánkra. Kötődik főiskolánk nevéhez is az esemény. Egy regénynek, könyvnek a bemutatásáról van szó. Eszterházy Károlyról is szó van benne. A 18. századi Egerről is szó van benne. Muharai Zoltánnal beszélgetett kollégánk, és a kiadóval, valamint egy könyvtárigazgatóval a témáról egy találkozó kapcsán.